12 csapattal indult, az elmúlt évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, és bár 7 együttes a várólistán van, ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200.000 forint összdíjazású tornának. A résztvevők 4 megye 17 településéről érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre, amelyen minden bizonnyal ezúttal is rengeteg látványos megoldást láthatnak majd az érdeklődők. Szenzációs mérkőzéseket láthattunk már az elmúlt 2-3 évben és az utóbbi időben, és nagyon jól tanulják a csapatok ezeket a szabályokat, hiszen azért homlok egyenest más, és itt azért is látványos ez a játék, hiszen a mérkőzések folyamán a labda és a játékosok 70-80%-ban a levegőbe tartózkodnak, óriási ollózások vannak, hatalmas kapus teljesítmények, és ugye a homokból ki kell emelni a labdát, mert gyakorlatilag a homokból elég nehéz kapura lőni, ezért is nagy mozgás van. A másik oka az, hogy mozognak a játékosok, forró a homok, itt aztán keményen kell pörögni, cserélni kell a csapatoknak, nagyon sokat kell locsolnunk is a pályát, hiszen hűsíteni kell, nehogy megégjenek. Látványos mérkőzéseket láthatnak, akik ide kilátogatnak, és érdemes is kijönni. Jövő szombaton egy új sportág, a sárkányhajózás mutatkozik majd be a csónakázó tavon. A szervezők reményei szerint sokan ragadnak majd evezőt. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a sárkányhajó versenyre, amely picit még gyerekcipőben jár itt Magyarországon, de igyekszünk ennek a meghonosításában mi is segítkezni, a Sport Mindenki Egyesülettel karöltve, akik majd biztosítják a sárkányhajókat. 10 fős hajók versenye lesz ez majd, úgyhogy 10 fős társaságok jelentkezését várjuk. Nevezési díj nincsen a versenyre, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, úgyhogy 9 órakor van a gyülekező majd a vízibicikli kölcsönzőnél, és 10 órakor ott megtörténnek a sorsolások, és ugye 10 órakor fogja majd kezdetét venni a verseny. Körülbelül egy ilyen 150-200 méteres sprint szám lesz. Ugye itt azért kiszállás, beszállás, tehát sok idő elmegy ezzel, de igazán kicsit nehezen veszik rá magukat az emberek sokszor arra, hogy versenjenek. De amikor meg már bennülnek a hajóba, van volt alkalmam személyesen is megtapasztalni, utána pedig már ki sem akarnak szállni belőle. Úgyhogy tényleg fiataloktól egészen kezdve a szenior korosztályig mi várunk mindenkit, vegyes csapatok is jelentkezhetnek, tehát nincs olyan, hogy fiúk vagy lányok, csak úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A jelentkezési lapokat a társaságunk honlapjáról, a sóstó.rt.hu oldalról tudják letölteni a versenyezni vágyók. A szervezők egy amatőr főzőversenyre is várják az érdeklődőket, akiket színpadi kísérőprogramok is szórakoztatnak majd.